Fecsúton volt játékos a Momentumos politikus, de a Puskás Akadémia megsértődött rá, és nem mehet az öreg diákok találkozójára. Szerző, Assanz, a cikk megjelent a 444.hu oldalon. Meghívásunkat nem áll módunkban fenntartani. Ezt az üzenetet kapta Nagy Károly a Puskás Akadémiától. Az esemény, amire előbb meghívták, majd visszamondták a részvételét, egy öreg diák találkozó volt. Nem azért alakult így, mert kiderült, hogy összekeverték egy másik Nagy Károllyal. Valóban ő az, aki 5 évig játszott Felcsúton, ebből egy évig teljes jogú akadémista volt, nem költözött be, közel laktak. Ez elvileg már jogosultá teszi az öreg diák címre. Ami elég vicces elnevezés egy 11 éve létező akadémia esetében, Nagy Károly is mindössze 20 éves. Az első öreg diák kártya tulajdonosa egy kicsit idősebb, 1963-ban született, Orbán Viktornak hívják, a második számú kártya az 1966-ban született Mészáros Lőrincé. Májusban egy ünnepségen kapták meg a tiszteletbeli elismerést. Nagy Károly több öreg diák találkozóra is meghívták, de egy március végi tévés nyilatkozata miatt mégsem mehet el ezekre. Tavasszal a Momentum jelöltje volt az országgyűlési választáson, de az elsők között lépett vissza Kunhalmi Ágnes javára, hogy ezzel segítse az ellenzék győzelmét. Emiatt interjút készített vele az ATV. Az egyenes beszédben előbb a politikai kérdésekről volt szó, majd Rónai Egon áttért arra, hogy Nagy Károly a Puskás Akadémia növendéke volt, miért nem lett belőle focista. A cikkben itt látható ATV-s videó linkje a leírásban található. A Puskás Akadémiáról azt mondta, hogy Felcsúton nincs vízió a játékos nevelésben, csak azt hajszolják mindenáron, hogy csapatként sikeresek legyenek, az egyéni képzések háttérbe szorulnak. Rövid távú célok érdekében inkább csapatba állítják a kortársaiknál fizikailag gyorsabban érő játékosokat, és nem arra törekednek, hogy minél sokoldalúbb játékosokat neveljenek, akiket felkészítenek a profi focira. Két erősebb gondolat a Momentum ifjúsági tagozatát vezető egykori felcsúti játékostól. Az akadémia elvesztette akadémia jellegét. Szoktam mondani azt, hogy a Felcsúton nem csak a közpénz veszti el közpénz jellegét, hanem az akadémia is elvesztette akadémia jellegét. Meg kell nézni a felnőtt csapatot, az NB1-es csapatot. Alig játszanak, szinte egyáltalán nem játszanak saját nevelésű. De lennének? Van olyan érdemi munka azok? Felcsúton legalizálják a lovást. Úgy gondolom, tehát én nagyon csalódtam ebben az egészben, hiszen ha én nem gondolom, hogy buták lennének és nem látnák ezt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ezzel a rendszerrel lényegében legalizáltak egy lopási folyamatot. Tehát, hogy rengeteg pénz áramlik be, az ellenzéki pártoknak ki kell pereljék, hogy ez nyilvános legyen, senki nem érti, hogy hogyan folynak különböző helyekre a pénzek. Én személy szerint jobban örültem volna, ha ez nem a foci kárára megy, hanem valami más. Vagy igen, semmi kárára. De ha már legalább ennyi pénz megy, akkor foci lenne a végén. De így van, sajnos. Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont. Nagy Károly facebookon kapott üzenetet arról, hogy az öreg diákok találkozóira szóló meghívást visszavonják. Indoklást kért, azt már telefonon közölték vele, hogy a Puskás Akadémiával kapcsolatos kijelentései miatt nem jöhet. Megkerestük a Puskás Akadémiát, a kérdésünkre szokás szerint nem válaszoltak. Nagy lapunknak azt mondta, arra számított, hogy a rendezvényen megkérdezik tőle, miért mondta azt, amit, de az eszébe sem jutott, hogy nem mehet el. Szívesen találkozott volna korábbi csapattársaival, semmiféle olyan szabály nincs, csak úgy szabad mondania az akadémiáról. Annyi kapcsolata maradt, hogy értesül az akadémián belüli történésekről. Visszahallotta, hogy az egyik utánpótlás csapat játékosa a csapattársainak elmesélte, hogy van a volt akadémisták között egy nem fideszes politikus, de megvonták tőle a támogatást. Nagykorábban még ösztöndíjas is volt, a felsőoktatásban tanuló volt akadémisták igényelhetik ezt, ennek feltételeit teljesítette is, de pont azután jelezték Felcsútról, hogy a szűkös anyagi keret miatt, bármit is jelentsen ez Felcsúton, ezt már nem kapja a jövőben, miután a facebookra kiposztolta, hogy csatlakozott a Momentumhoz. A saját karrierjéről azt mondta, hogy bár volt olyan ifi torna, ahol személyesen Orbán Viktortól kapta meg a legjobb játékosnak járó kupát, később úgy érezte, hogy nincs benne elég tehetség egy komolyabb focista karrierhez. Egy csapatban játszott Sallai Rolanddal, aki azóta a ciprusi Apel játékosaként a Bajnokok Ligájában szerepelt és Tajti Mátyással, akit elvitte a Barcelona, igaz, most a spanyol negyedosztályban próbálja felépíteni magát. Szerinte alapvető problémák vannak a felcsúti neveléssel. Azon kívül, amit a műsorban is említett, hogy azok kerülhetnek be a csapatba, akik fizikálisan fejlettebbek a kortársaiknál, így például Iniestának esélye sem lett volna Felcsúton, szerinte megkérdőjelezhető több edzőképessége is, emiatt sem működik a játékosok képzése. Ráadásul a magyar akadémiák a nekik jutó rengeteg tópénz miatt egyáltalán nincsek rá kényszerítve arra, hogy a kinevelt játékosok eladásából tartsák fent magukat.
Több olyan esetről is tud, hogy a Puskás pénzért magához csábított tehetséges gyerekeket, akik a megszokott környezetükből, a családjukból kiszakadva nehezen illeszkedtek be, de ahelyett, hogy segítették volna őket, fél évvel később hívták a szülőket, hogy vigyék el a rosszul teljesítő gyereket felcsútról. Ami jó hír Nagy Károly számára, a Puskás Akadémia honlapja azért még számon tartja egykori akadémistái között, legalábbis a május 9-i heti mérlegben még szerepelt a neve, Orbán Gáspáré mellett. Az öreg diák hálózatról annak vezetője, Mácsodi Ferenc azt mondta a májusi Orbán Viktornak kártyát adó ünnepségen, hogy intézményünk vezetősége részben a bővülő ösztöndíjrendszernek, részben más közösségi kihívásoknak köszönhetően döntött úgy, hogy 2017 nyarán életre hívja a Puskás Akadémia öreg diák központot, amely angol szász mintákat szem előtt tartva figyelemmel kíséri, hálózatba illeszti, segíti a nálunk végzett alumnusokat, azaz végzetteket. Mert aki Puskás akadémista volt, az mindig az marad. Itt hangzott el az is, hogy a 270 tagot számláló öreg diák hálózat tagjainak járó kártyák korán sem csak szimbolikus jelentőséggel bírnak, birtokosaik számos kedvezményhez juthatnak, többek között ötöd magukkal ingyenesen tekinthetik meg a csapat mérkőzéseit, 50%-os kedvezménnyel utazhatnak a Válvölgyi kisvasúton, valamint szintén féláron látogathatják az alcsút dobozi kalandparkot is.